Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Ullander vagyok, már ugrunk is vissza az Zillbe, az előző rész óta annyi telt el, hogy előre tekertem az időt, itt aludtam ebben a felső Zillben, és most visszaugrunk erre a pörgős kerekű Zillre, aminek már nem pörög a kereke, de az előző résznek a végén még pörgött, és ráadunk egy nagy gyújtást, és utána be is indítjuk a járművünket, és megpróbálunk innen visszatulatni, ami annyira nem látszik úgy, mint aminek sikerülnie kellene. De, illetve sikerülni fogna, de sikerült, úgyhogy rendben van, innen a kis kinti vécés házból próbálok szépen kitolatni, de diffise kell szerintem, mert hajtja ez itt saját magát, és akkor így legalább fordulni tudunk, így van. Az előző részre érkezett kommentekre ugye szokás szerint nem tudok válaszolni sajnálatos módon, mert most semennyi idő nem telt el az előző rész és ez a rész felvétele között, és itt pedig megállítjuk, nem fogja a kézifék, akkor itt legurulunk, és irányba állunk arra fele, amerre menni szeretnénk. Jó, az előző részben annyi történt, aki esetleg most kapcsolódna be a sorozatba, akkor azt üdvözlöm ezúton is, és ajánlom, hogy nézd meg az előző részt. Az előző részben ugye leszenvedtük ide a rönklerakadhoz az uralunkat, valamint itt egy nagy takarást oldottunk fel, és azt beszéltük, Legalábbis én saját magammal azt beszéltem, hogy nagyjából ezt a takarást kellene ott feloldani, valamint hát nyilvánvalóan inkább most prioritásként ezt az utat kellene felderíteni, aztán gondolom én ez elvezet arra a takarás felé, és akkor utána, vagy akkor közben meg a takarást is fel fogjuk oldani remélhetőleg. Ugye ez az út, ez tök jó lenne fát vontatni rajta, meg ilyen röntfótkocsit vontatni, meg fát szállítani, mert nagyon-nagyon kemény a felülete, és ugye a Zillel nem is dúrjuk össze. Ez itt határozottan kilőve, tehát azon vétek lenne haladni. Ezzel viszont egy kicsit probléma az, hogy nagyon kanyargós, és eléggé durván szűk is, de nyilvánvalóan még mindig egyszerűbb ezen jönni, mint egy saras úton. Itt vége van az útnak? Ugye itt van egy csapás arra felé, amiben nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez az út lenne. Igen, itt határozottan vége van az útnak, én viszont nem nagyon szeretném ezt itt feladni. Remélhetőleg ezen a helyen az Zillel visszafele és vissza tudnánk jönni, de bár úgy látszik, hogy lefelé nem tudunk itt haladni. Beleakadtunk egy gajba. Na igen, ez a problémám az Zillel, hogy ilyeneken nem tudom magamat átnyomni, és most aztán meg már se előre, se hátra. Nagyon remélem, halljátok srácok, nagyon remélem, hogy lesz itt egy csörlőzési pont. Jó, hál' Istennek vannak itt csörlőzési pontok, amik... Hoppa! Azért felborulni azért nem szeretnék. Gyerünk! Eléggé durva szögben áll az autó. Ja igen, mert az első kerék is beleakadt. Oké. Jó, azért a lendületet vissza kell fogni természetesen. Jó, szóval... ott nézzétek, ott van egy út. Az ott egy út. Hol lehet az hozzánk képest? Az valahol erre felé van. Az logikus lenne, hogy a takaráshoz vezet, illetve a takarás felé vezet, mert hát nyilván valószínűleg nem fog átmenni a folyón. Na most, hogyha az ott tényleg egy út, és nekünk ez az egy megközelítés, helyünk van, tehát ezen az egy vonalon tudjuk megközelíteni azt az utat, akkor ez nem biztos, hogy annyira jó hely lesz itt a fával, de nyilvánvalóan ezt nem tudom még most, úszta minden itt kövek között. Jó, itt próbálom a lendületet megtartani, és igen. Próbálok minél kevésbé megállni, gondolkozni, hogy nagyjából merre is útvonalat tervezni, hanem majd közben úgy, ahogy alakul, csak azért, hogy ne forduljon elő ez a helyzet, hogy megakadok, hanem át ezeken a fákon lendületből át tudnék menni. Gyerünk! Jó! Felakadt a jobb hátsó kerék, egy kavicson akadt fel, ami most nem tudunk átmenni. Jó, megpróbálom egy kicsit megforgatni az autót, hátha. Jó, ez így most működik. És a jobb hátsó kerék nem tud megkapaszkodni a... Aha, ott viszont már sár is van. Gyerünk szépen! Nem húzza át magát a kocsi. Jó, akkor csörlőzünk.
Jó, a csörlővel most már működik, igen, oda haladunk, nincsen az már annyira messze. Ezen a helyen pedig nem ártana nem felborulni. Remélem a csörlőt azt kioldottam, nem? Jó, most már igen, és itt kellene még akkor egy utolsó nagy csörlőt rátolni. Az nagyjából velem szemben van, és ezen a boton kellene magunkat áthúzni. Jó, első kerékkel sikerült átjönni, és a hátsó kerékkel is sikerült átjönni. Itt pedig most már fel tudjuk nyomni magunkat a dobban. Nagyszerű. Jó, azt a kutya meg a mája, halljátok, srácok. Ez annyira nem jó hely, nem is megyünk bele természetesen a apró kövekbe, hiszen tudjuk, hogy mit tesz ez az illel. Jó, viszont itt is egy... mondjuk itt egy ennyi nem emelkedik, de attól függetlenül kemény talaj. Ez határozottan kemény talaj, illetve valamerre itt van a takarási pont, amerre út is visz, vagy valamilyen csapás is visz. Úgyhogy akkor nyilvánvalóan megnézzük ezt a takarási pontot. Jaj, ott is van. Pff, teljesen jó út visz oda. Abszolút, ami szerintem ide, ja, ide még diffisek el, hanem anélkül is szépen át tudunk haladni. Valamint itt is van oldalt egy ilyen mellékút. De fura hangot ad ki ez az autó. Az előbb egy pillanatra ilyen nagyon kaparó, surlódó hangot adott ki. Na jó, mindegy, nincsen rajtunk sérülés, úgyhogy az nem probléma. Jó, ezt a nagyobb követ pedig itt kikerüljük, szóval erre is viszám valami út. Én lehetem úgy, hogy ezeket a kisebb utakat talán jobban preferálnám a nagyobb utakhoz képest, mert ezeket nem szokták annyira sarasra megcsinálni a programozók, mint a nagyobb utakat. Igen, most egy nagy követ próbálok megközölni, jó, ez sikerült is. Jó, na nézzük, hogy hát ha valami nagyobb teherautót találunk-e esetleg. Aha! Ott van egy B130-as típus, és nem fogjátok elhinni, de a B130-asok azok a zilek. Tehát ez a map, ez fullon van zillel. Most még egy zillert nem fogok átkelni ezen a folyón, hogy szabaddá tegyem. És itt tudunk ezen a kisebb úton eljutni az üzemanyagig. És úgy látszik, hogy ez pedig itt egy szerpentin lehet felfelé. Jó, akkor elmegyek az zillel az üzemanyagig. Az tuti, hát jó, ez nincs is értelme bejelölni, hiszen hát nyilván ezen az egy úton, amelyiken itt jöttünk, ezen kell végig menni. Szóval elmegyek az illel az üzemanyagig, mert nagyjából már csak feleig van feltankolva a járgány, és akkor utána szépen visszazúzok ide erre az útra, hoppa, így sérülés. Szóval visszazúzok erre az útra, és aztán azon a szerpentinen megpróbálunk felzúzni, ez remélhetőleg sikerülni fog. Úgyhogy akkor hajrá, mondom hajrá! Na mi van? Miért nem hajunk már rá? Fogalma nincs, amiben akadtunk fel. Biztos ebben a pár fűszálban. Na, gyerünk szépen. Szépen. Oké, na, így már azért jobb. Igen, az előbb kikapcsoltam a diffit, és azt hittem, hogy diffi nélkül is fel tudunk menni, de úgy látszik, hogy nem annyira megfelelő talaj ez még az illnek diffi nélkül. Igen, határozottan szenvedés, és el-el akadozunk benne néha. Úgyhogy akkor visszatolhat, és igen, de ráadásul az a vicces amúgy, hogy semmiben, tehát nincs semmi, ami gondot kellene, hogy okozzon. Aha, ott van egy csapás a hátunk mögött, és aha, itt viszont most már megint beleérkeztünk az ilyen sarasabb, köves területbe. Egyébként nagyon durva, hogy a fizikája megvan az egész futóműnek csinálva, hogy pattog össze-vissz az autó, nagyon tetszik a ponyva, ahogy leng jobbra-balra, nyeglik-nyaklik az egész, ahogy nincsen normálisan összerakva ez a jármű, vagyis hát ahogy úgy van megépítve, ahogy. Még hál' Istennek, hogy innen hátulról ezek a nagy deszkák meg ilyen-olyan dolgok nem hullanak kifelé. Jó, ezt itt gyerünk, fordulj szépen jobbra, diffit kikapcsoljuk, egészen addig, ameddig nem kell nyilván a fordulékonyságért cserébe. Egy csomó autó egyébként fordul, akkor is, hogyha a diffi az be van kapcsolva, a differenciázár be van kapcsolva, de nyilvánvalóan nem akkora mértékben. Ugye az előző részben mondtam azt, hogy... Menjünk csak. Jó, itt még haladunk egyenesen, igaz? Hol vagyunk? Aha, nem sokára már ott vagyunk, habár itt egy... itt mondjuk egy érdekes domborzati jelenség lesz, jó, azt majd megnézzük. Szóval az előző részben mondtam azt, hogy néha olyankor is bekapcsolom a diffit, differenciál zárat, amikor
amikor nem lenne rá szükség, csak azért, hogy ne forduljon annyira az autó. Hál' Istennek itt van egy kit. Szóval, hogy ne forduljon annyira az autó, mert néha viszont iszonyatosan fordulékony és billentyűzettel ugye nagyon nehéz a járgányt irányítani. Nehogy már ne tudjunk ezen felmenni. Gyerünk. Kapaszkodj meg. Nem kapaszkodik meg hátul. Oké, akkor egy kicsit visszátulatunk. Aha, és talán, hogy itt ennek az útnak a... ezen a feléről próbálnánk meg, de nem. Jó, szerintem akkor ide egy kicsit nagyobb lendületre lenne szükségünk. Mondjuk így, és akkor nagy lökettel gyerünk át. Nem, megakadunk itt. Itt megint az a érzésem van, hogy megakadunk a semmiben. Rakjuk át egy ilyen osztófokozatba, hát ha így, de így sem. Jó, akkor... jó, akkor visszalükvetve. Megpróbálok akkor egy kicsit más kanyar ívet választani. Ajajajajajaj. Jó. Ilyenbe kézifék kiold, és... és egyszerűen nem fog a kerék. Jó, rakjuk vissza automatába. Kész, szükségem lenne a tolatás fokozatra. Szóval... nehogy már ne tudjunk ezen a hídon átmenni. Jó, akkor újabb taktika, a jól bevált csörlő. Csörlő plusz gáz, ami megadja számunkra elméletileg a lendületet. Jó, felhúzom magamat egy darabig ide, és utána hirtelen átkapunk, és gyerünk, jobboldali keréksor, nem. Nem bírom feltolni magunkat rajta sajnos, úgyhogy visszáptulatunk. Jó, ideiglenesen beismerjük a vereségünket, azonban nehogy már ez egy szem vacak híd legyen a végzetünk. Jó, akkor most megpróbálom azt, hogy hát a hátsó kerék... Nem ér el a hátsó kerék idáig. Azt akartam, hogy hát a hátsó kerék felkapna a fára, és akkor onnantól kezdve már egyszerűbb lenne, mert kemény talajon lenne, és határozottan nem tudunk ezen felmenni, és az a baj, hogy csörlőzni sem tudom rá magunkat. Esetleg valamilyen erőltetett púzban. Gyerünk, gáz. Csörlő, nem, hiába állítom keresztbe a kerekeket, nem elég jó így a szög. Hát ez így nagyon vicces, hogy egy ennyivel a... gyerünk, told rá. És nem. De. És, ajajajaj. Másik oldal, és a másik oldalon nem. Viszont most talán a hátsó kerék fent van, viszont az első nincs. Jó, állj. Megpróbáljuk ráhúzni. Kicsit befordítom oldaltra, kiengedjük a kéziféket. Adunk neki egy gázt. És hát, ha az elejét, de nem, ez itt már egy valami iszonyat kényelmetlen szög. Jó. Hopp, most rápattant, oké. Most egy gáz, egy kicsit megpróbáljuk meghúzni. Viszont ez most meg már a másik oldalon nem jó. Mert itt meg már a másik kerék lejött róla, akkor megpróbáljuk emit csörlőzni. És közben adni a gázt, jó. Hátsó kerék, nem, egyszerűen nem elég erős ez az autó ahhoz, hogy itt fel tudjon menni, és úgy érzem, hogy nem kell feladni, jó, csörlő kiold, gyerünk, és de, amíg nincs fent mind a négy kerék, addig egyszerűen nem akar felmenni, vagy most még esetleg annyit tudnánk megpróbálni, hogy szépen szépen úgy felállni, hogy most egy nagyjából egy egyenes vonalban mind a kettő kerekünk tulajdonképpen fent legyen, viszont ez így most már megint nem jöhet létre. Hátsó kerék mindig majdnem fölkap, de aztán a végén mindig úgy alakul, hogy sose. Alatt. Nem jó. Nem jó, jól van srácok, akkor én ezt itt feladom. Szépen visszatulatunk a
random visszatolatunk. Jó. Jó, szóval itt feladjuk, megfutamodunk, visszatolatunk, és megnézzük ezt a szerpentines részt. Igen, itt most gondolkodom egyébként. Ez a rész itt alacsonynak tűnik, ez tűnik magasnak. És lehet, hogy hiába jövünk itt fel a szerpentinén, itt a takarás alattunk lesz. Na jó, mindegy, megpróbáljuk, mert most már ebben a részben mindenféleképpen csinálnunk kellene valamit. Mert egy csomó időnk elment azzal, hogy itt szenvedtünk ezzel az autóval, és ráadásul most néztem meg, hogy nem is indítottam el az órát sem. Szóval innentől kezdve még mondjuk egy 15 perc. Jó, itt a Diffit pedig bekapcsoljuk, mert telefonoztam vezetés közben, úgyhogy így jár, aki ezt műveli. Jó, és úgy látom, hogy talán ezt a részét meg is tudnánk célozni, és akkor itt hát, ha nem kellene a nagy dzsumbolyban átmenni. Nagyszerű, jó, itt átértünk, oké, és itt is igyekszem a szélénél maradni az útnak, hogy a köveken ne akadjuk fel. Nagyszerű, ez eddig így jó halad, de jó egyébként, érdekes a játékban, hogy az út az néha iszonyatosan süllyed, viszont a környezete az nem, a közvetlen környezete, amire azt gondolnád, hogy az is olyan süllyedős, és egyáltalán nem. Jó, nem sokára elérünk, ugye valahol itt volt oldalt a takarás, amit feloldottunk még a rész elején, és akkor nem sokára itt szépen elérünk erre a nagy saras főútra, ahol aztán majd haladni fogunk tovább. A Diffit szerintem meg kikapcsolom, mert nem haladunk a Diffi nélkül, és vissza kell kapcsolni. Jó, szóval most kiérkeztünk ide erre az útra, szerintem itt is szeretnék az útnak a szélénél maradni. Kérdés viszont az, hogy melyik szél... Sőt, nézzétek, csak nem is szeretnék én a szélénél maradni, mert én úgy emlékeztem, hogy a sár az itt kezdődik. Nem, hogy úgy emlékeztem, hogy a sár az itt még tart, de nem. Jó, ez viszont egy nagyobb út, próbáljuk meg azért felnyomni egy szorzóban. Nagyszerű, fel tudtuk nyomni, remélhetőleg itt lefelé meg nem akarunk majd lefulladni. Próbálom azért itt ehhez mérten nagy ívben venni a kanyart. És nagyon szépen tudja ez felfelé, és bírja hál' Istennek a szorzót felfelé. Valahol ott fogunk majd szerintem magunk mögé valahol visszafordulni. Itt azért most már szerintem a szorzóval is kezd egy kicsit erőlködni. Hál' Istennek a... differenciált nem kell bekapcsolni hozzá, és elég szépen, mert nem tudom mondjuk, azt hozzáteszem, hogy az ural fel tudna egy csomó fát húzni ezen a backon, ezen a meredekségű domboldalon, na igen, itt lesz az érdekes, itt szerintem visszább is veszem ebből a szorzófokozatból, mert itt valószínűleg le fogunk lassulni, nézzük, hogy melyik oldalán tudnánk a nem létező lendületünket a leginkább megőrizve elkanyarodni, szerintem kívülről, mert a belsején ott olyan fekete föld van, ami olyan saras hangulatú, úgyhogy itt szépen nagy ívben fordulunk is. Nem tudom, tekintve az, hogy abban a sárban mennyire nem tud... differenciál... Oké, csak egy kicsit megakadni látszottunk. Jó, szóval tekintve az, hogy azon a mennyiségű sáron, amelyikkel ugye az előző részekben szembe találtuk magunkat, mennyire küszködött az üzemanyaggal az ural. Nem tudom, hogy ezen a meredekségi úton felfelé fával mennyire küszködne az ural, de nem tudom, lehet, hogy majd meglátjuk, ugye nyilván fel kellene térképeznünk az egész területet ahhoz, hogy erre rá tudjunk jönni, viszont eléggé rövid idő alatt eléggé magasra sikerült jönnünk, ott mondtam az előbb, hogy majd itt fogunk jönni. Jó, nem tudom, hogy ezen felbírunk-e ilyen automata fokozatban menni, vagy kapcsoljak még egy osztót is rá. Mert szerintem az lesz. Közben pedig... Jaj, ne! Ajj, rükfertbe raktam véletlen. A váltás az azért annyira nem egyszerű ezzel az egérrel, azt minden esetre gyakorolni kell. Viszont így, hogy visszább raktam egy kicsivel, azért szerintem határozottan könnyebben tudunk haladni előre. Ugye itt a Diffit is bekapcsoljuk, mert hogy megnéztetek, akkor a baloldali keréksor az eléggé süppedősnek látszott. Ott az előbb, sőt egy kicsit most is. Nem sokára azért nagy nehezen már felérünk a hegytetejére. Ugye, ha megnézzétek a fákat, akkor jobb oldalon látszik, hogy már nem nagyon van innentől hova följebb. És szerintem igazam volt, amikor azt mondtam, hogy az a felső takarás, az a három közül, az lent lesz hozzánk képest. Mert biztosan alul van, ugye itt balra tőlünk szakadék van. Oké, elérkezünk a hágóhoz, amit szerintem jobb oldalról fogunk megmászni.
és itt a két sár sor között, de felmegy, felmegy. Ajjajjajjajjaj. Fú. Hát igen. Ez itt nem tudom, nézzünk csak egy térképet, hogy akkor pontosan hogy mint az ott... Hát az nincsen közel. Ezen határozottan át kellene itt mennünk. Kérdés, hogy melyik oldalon. A bal oldal az lazábbnak tűnik, viszont azon ahhoz ehhez a nagy sártengeren kellene átmennünk. A jobb oldala meg... Attól tartok, szerintem jobb oldalon megyünk, mert attól, szívem szerint átmennék a bal oldalon, de attól tartok, hogy ezekbe a zilasz bele fog akadni, és nem lesz elég ereje ahhoz, hogy áttolja magát ezeken a bordákon, úgyhogy megpróbálunk itt egy nagyon óvatosan valahogy a bal oldalán át ügyeskedni magunkat. Itt egy kicsit kavicsos a föld is. Probléma viszont a csörlőzési pont nincs. És mondjuk ezen ennek az oldalnak az az előnye, hogy itt vannak a fák, amiket talán a csörlővel el tudnánk érni, hogyha minden kötél szakad, úgyhogy osztóban vagyunk, és akkor lendületből el nem engedjük, le nem vesszük a lábunkat a gázról. Veszélyes viszi, de ezen már túl leszünk. Oké, itt a jobb oldala a süllyedős oldal, de hál' Istennek sikerült kijönni, és akkor innentől kezdve kerülünk egy érdekes döntés elé, hogy merre menjünk. Ugye balra is van egy takarás, jó, szerintem választjuk a bal oldalt, és akkor jó lenne azt a takarást feloldani. De ahhoz a takarás, ez viszont az a lefelé vezető út visz. És emehhez a takarás, oké. Emehhez a takaráshoz, viszont ez az út visz. Jó, akkor itt ragaszkodunk a felső részhez, ha már felmásztunk idáig, és akkor itt szépen jobb oldalon áttörjük magunkat a kis kavicsokon, itt megetetjük az orrát a zilnek a sárral, szóval... Ám jó oldalon vagyunk. Jó, itt átmegyünk a bal oldalra szerintem, vagy minimum középre. Tolasja, visszarakjuk automatába. Jó, szóval még ebben a részben szeretném azt az egy takarást feloldani, ha valamerre arra felé van. Nincsen az már annyira messze. És elakadunk? Nem akadunk el, jó. Kijövünk bal oldalra, bár tudjátok mit, itt sem tűnik egyébként olyan iszonyatosan meredeknek a dolog. Szerintem itt is át tudunk jönni. Differenciára figyelni kell, hogy mikor kapcsoljuk vissza, mondjuk például most. És nagyon szépen át tudunk jönni, ugye egy kicsit megkockáztattuk ott a sárnak a mélységét, és cserébe viszont nyertünk annyit, hogy itt középen a kemény földön tudunk most már innentől haladni, és nem kell dagonyáznunk a sárban össze-vissza. Mint ahogy szerintem innentől kezdve kell, mert én ebben nem nagyon szeretnék ebbe a belemenni. Ha bár itt jobb oldalon meg köves, tehát másrészt meg köves, igazából egyik sem jobb amúgy a másiknál. Úgyhogy akkor differenciál be, és megpróbálunk itt a szélében. Ugye nyilván itt középen menni ezzel az a problémásabb, hogy nincsen csörlőzési pontunk. Tehát, hogyha beakadunk, akkor van egy előre menetünk, meg egy rükvercünk, meg csavargatni tudjuk jobbra-balra a kormányt, és nagyjából annyi. De nézzétek, ott fényt látok. A fény viszont azt jelenti, hogy aszfalt. És akkor onnantól kezdve viszont már egy haladni is tudunk. Azt nézem másrészt, hogy 83 liternyi üzemanyagunk van, ami annyira nem sok, és most már eléggé... Ajjajjajjajjaj. Föl ne boruljunk. Eléggé közel járunk a takarási ponthoz is, viszont nem nagyon látok itt bejárót az erdős részbe, ahol fel tudnánk oldani, úgyhogy szerintem majd innen az aszfaltútról lesz valami bejárás oda. És remélhetőleg akkor már nem egy következő zilt fogunk a takarással feloldani, mondjuk a három közül egy középső takarást fogok most feloldani, ami azt jelenti, hogy alig fogunk tudni valamit látni. Jó, itt pedig egy döntött úton keresztbe állítva az autót megpróbálunk felnyomni magunkat. Nagyszerűen sikerült, és igazam is volt, hál' Istennek itt van egy aszfalt út, úgyhogy itt még áthúzzuk magunkat, és akkor innentől kezdve már egy kicsit kényelmesebb keretek között tudunk nekiállni, kalandozni egészen a következő sarokig, mert szerintem ez az út vezet már be, de nem 77. 77 ilyen egységnyi távolság azért még nem itt van. Lehet, hogy ez az aszfaltút. Igen, ez az aszfaltút. Ez tuti ennek az aszfaltútnak a folytatása. Amelyik elvisz a célig. Tehát akkor innentől kezdve már nagyjából meg is tudnánk egy útvonalat is tervezni egyébként. Igen. Ez lenne az az útvonal.
amúgy. Tehát itt van a rönklerakat, elvinni az urallal a rönkpótkocsit a garástól, elhoznánk ideig a rönklerakatig. Utána ezen a általam legalábbis szilárdnak vélt úton el tudnánk jönni egészen idáig, ahol itt ugye már bejártuk és tudjuk, hogy nagyjából szilárd és ez itt járható út. Az egésznek a buktatója ez a rész, ahol ugye itt felfelé kell húznunk, ami nem biztos. Ehhez jó lenne egyébként egy erősebb járművet találni, és a kettő már tudja, hogy fel tudná magát húzni. És onnantól kezdve már lényegében innentől kezdve aszfalton menve, sétagalop lenne itt szépen, itt a vélt aszfaltutat felhasználva eljutni egészen a célig és leszállítani az egy adag fát. Nyilván azért szeretném ezt a takarási pontot még feloldani. Mert arra azért mindenféleképpen szükségünk lenne, mert ilyen vélt dolgokra nem szeretnék hagyatkozni, és aztán szerintem meg azzal a Zille lehet, hogy ideje is lenne visszamenni valami, aha, ott van a takarás, szóval ezzel a Zille vissza is érdemes lenne visszamenni valami garázsszerűségbe, ahol onnantól kezdve már üzemanyagot tudunk magunkhoz vételezni fel, vagy pedig felvételezni, vagy felvételizni. Jó, itt szépen elfordulunk balra, differenciált kikapcsoljuk, hogy kanyarodni is tudjunk. Jó, szóval elfordulunk balra, a differenciál mehet vissza, jaj, és a gajba pedig belefogunk valamelyik oldalon akadni, és nem akadtunk bele, hanem nagyon szépen sikerült eltávolítsuk a takarást. Rendben van, spacer rácsapjuk a kéziféket, és akkor nézzük, hogy igen, ugye ezt mondtam, hogy nem sok mindent tudunk majd itt feloldani, itt viszont van egy A-típusú jármű. Az A-típusú jármű az nem a... az, hogyha jól emlékszem, az akkor az egy UAZ lesz egyébként. Viszont, hogyha megnézitek, akkor igaz volt a mendemonda, amit én keltettem itt a terveinkről, meg erről az aszfaltútról, és tényleg végig lehet menni az aszfalton. Szóval akkor szerintem mindentől kezdve nem is nagyon van értelme annak, hogy ezeket a nagyobb takarásokat feloldjuk, hiszen akkor megvan a taktika. Ugye az üzemanyagot itt hagytuk, következő rész arról fog szólni, hogy Uralt visszadobjuk a garázsba, rácsapunk egy rönkpótkocsit, szerintem a következő részben eljutunk a rönklerakatig, megtankoljuk, és akkor utána a következő utáni részben meg megpróbáljuk végigjárni ezt az egész utat, és akkor remélhetőleg működni fog a dolog, és akkor anélkül, hogy a pályának a baloldali felét igénybe vettük volna, ez sikerülni fog, ugye nyilvánvalóan ez azért lenne jó, mert hát aszfalt, és hát az aszfalton onnantól kezdve nem kell gondolkozni, hogy elakadunk vagy nem akadunk, mert hát nem. Vagy egyébként azt az útvonalat nézem még, hogy ezen a kis úton haladnánk fel. Egészen idáig eddig, tudjátok, eddig a nagy saras útkereszteződésig, és ott fordulnánk jobbra. De ugye ott az viszont azért nem lenne jó, mert ennek az útnak vége van itt. És egyrészt, ha választhatunk akkor, hogy lejövünk erre az útra, ahol szintén ezt a felfelé emelkedőt, ezt végig kell, hogy gyűrjük. Vagy itt ezeken a köves, sziklás, folyómedres dolgokon, ugye valahol a Zillel itt el is akadtunk, tehát ez itt abszolút nem járható, pláne nem rönkpótkocsival meg fával nem járható, szóval szerintem ezt a alsóbbik utat fogjuk akkor választani, és akkor ezen a területen fogunk innentől kezdve közlekedni, és akkor sima lesz, talán ilyen checkpointoknak ilyen zileket hagyhatunk el össze-vissza, meg ugye itt van ez a garázs is, szóval akkor javítási pontjaink is lesznek, és akkor onnantól kezdve működhet ez a dolog. Na jó van, akkor ez lesz a következő részben. Én viszont akkor búcsúzom tőletek. Remélem, hogy tetszett ez a rész. Felcsapjuk itt a reflektort is, mert nem rakjuk fel, mert akkor abszolút nem láttok semmit az egészből. Szóval remélem, hogy tetszett ez a rész is. Amennyiben igen, akkor írjátok meg a véleményeiteket egy komment formájában, valamint most már akkor a következő részben erre a részre, valamint az előző részre érkező kommentekre is tudok majd válaszolni, mert most abba hagyom a videónak a felvételét. Szóval akkor köszönöm a figyelmeteket, jobb oldalon felül megtaláljátok a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a következő részhez, az előző részhez, a lejátszási listához, valamint a további sorozatokhoz is. Úgyhogy én akkor most búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, én Ullander voltam, sziasztok!